Az ember úgy érzi, hogy Bori Gábor legalább 10 éve Bicskén focizik, olyan jól beilleszkedett, a csapat vezéregyéniségévé vált, magabiztosságot adott, utat mutatott a fiataloknak, és nem egészen egy év alatt 33 tétmérkőzésen lépett pályára bicskei színekben. A januárban 39. életévét betöltő válogatott labdarúgó. Most elérkezett az idő a búcsúra, amelyet hazai pályán szombaton ejtett meg a mérkőzés után. Családtagjai, barátai és játékos társai körében. Szurkolótából éjjelezése közepette, de erről még később részletesen beszámolunk. Szombati bajnoki nem csak azért volt fontos, mert az Érden mindig kiérezett csatákat vívtunk, ezúttal 6 ponttal előttünk járt a Pest megyei gárda, hanem roppant fontos lehetőséget nyújtott a középmezőnyhöz történő felzárkózásra is, önbizalmat szerezve az őszi hajrához. Kezdés előtt gyászszünet volt, Tesszeri Zoltán elnök pénteken elhunyt édesanyja emlékére, a kezdőrúgás pedig a klub ajándékaként Polgár Krisztián utánputlás labdarúgó végezhette el. Napsütötte, de hűvös időben csapatunk Illés, Gassner, Bozsóki, Lakatos, Lencsés, Bori, Vékony, Marsa, Varga, Soron, Kovács összetételben kezdte a mérkőzést. Érdi színekben küzdött Kürti Zsolt, aki szintén emlékezetes időszakot töltött korábban Bicskén. Óvatos tapogatózó kezdés után már a 8. percben a vendégkapuba került a labda. Bozsók kivett előre, Soron megszerítette a játékszert, majd egy cser után 10 méterről halálpontosan a kapu jobb oldalába lőtt, ezzel 1-0. 15. percben kezdezés gyanúsan mentettek a vendégvédők a büntető területen belül, de Nagy Attila László játékvezető sípja néma maradt. 26. percben egy előrevágott labdával Szabó lódult meg, és a késlekedő védők közül kilépve kissé jobbról 14 méterről a hosszú sarokba lőtt, ezzel 1-1. 31. percben Soron cselezgetett befelé a 16-os sarkától, az egyik vendégvédő azonban felborította, ez már egyértelmű 11-es volt. A sértett lövését Kertész kiütötte, de a szemfüles elsőként érkező Vékony néhány lépésről a kapuk közepébe gurított, ezzel 2-1. 37. minútóban Gassner adott be jobb oldalról, és túloldalra szálló labdát Lencsés középre passzolta. Soron az ötösen emelgetett, majd lőtt. A blokkról kipattanott Varga tűzte rá, de Kertész nagyot nyújtózva mentett. 40. minútóban Bori ívelt szabadrugásból a kapu elé, labda megcsúszott Morvai fején, de Kertész újabb bravúrt mutatva mentett. 42. percben Vékony Vargát futtatta, aki Soronhoz játszott, 12 méteres lövése azonban felé szállt. Gassner jobboldali belévelése jobb kapufán csattant. Következő percben Soron már jobban célzott, 2 remecsel után jobbról 12-ről hosszú sorokba talált, ezzel 3-1 ide. Megnyugodva várhatta minden bécskei második játékrészt, bízva egy magabiztos győzelemben, de nem így alakultak az események. Az 56. percben baloldali szabadrugás után nem tudott felszabadítani a hazai védelem. Az ide-oda pattogó labdát végül lesgyanús körülmények között Szabó a kapuba tuszkolta, ezzel 3-2. Az 59. percben Soront akadályozták szabadrugást térően a kaputól 20 méterre. Bori azonban a kapus kezébe tekert. 62. percben Varga és Marsa helyét Denszinger és Samanya foglalt el. 2 perccel később Farkas 10 méterről leadott lövésénél Lakatos nagyot mentett, így szöglet következett eredmény nélkül. Fél idő derekán kiadós tömegjelentet láthatunk a felező vonalnál. Bori és egy vendégjátékos ütközése után. Szinte minden játékos és stábtag a gyepen volt, nagy játékvezető csak nehezen, rengeteget fütyörészve tudott rendet teremteni. 76. percben újabb faul Soron ellen, az alapvonaltól 10 méterre. Az oldalvonalnál Bori lőtte, sikertelenül. Majd a második játékrészre beálló Pál megkapta a második sárkalapját, és így a kiállítás sorsá jutott. 84. percben Lencsés szerzett labdát az ellenfél tér felén, Denszingerre passzolt, és Savanyához gurított. 10 méteres lövés Kertész védte. 92. percben Soron jobboldali beadását Savanya lőtte kapura, veszélytelenül, majd Kovács Péter helyére Kincses állt be. Az első félidő biztosnak látszó volt a hazai győzelem. Vendégek a második játékrészben újult előre kaptak, és igencsak megnehezítették csapatunk dolgát. Helyzetek, lehetőségek alapján a BTC győzelmet teljesen megérdemelt. Lefolyás után Bori Gábort hosszasan ünnepelte mindenki, gyönyörű pályafutás emlékezetes pillanatait megörökítő tortát is kapott, játékos társai pedig korábbi, jellemzően 21-es, 31-es vagy 13-as számú mezeibe öltözve álltak sorfalat és dobták magasba a csapatkapitányt. Gábor januártól tervei szerint vállalkozására kíván összpontosítani, csak alacsonyabb szinten szeretné folytatni a labdarúgást. A Bicskei Tornaklub ezúton is megköszöni a csapatért tett fáradozásait, munkáját a gárda összekovácsolásáért, stabilizálásáért. Nagyszerű győzelmet arattunk, egy jó képességű érd ellen, hogyan értékeled először is a találkozót? Hát nagyon brusztos mérkőzés volt, erre is számítottunk. Nagyon keményen készültünk egész héten,
és ugye a Bori Gabit is szerettük volna méltóan elbúcsúztatni hazai pályán, úgyhogy nagyon örülök a sikernek, és hogy 3 gólt is tudtunk szerezni. A Bori Gabit említetted, hogyan emlékszel vissza a Gabinak a itt eltöltött 1 évére? Nagyon sokat segített, az öltözőben is természetesen meghatározó figura volt, és nagyon örülök a jelenlétének, ugyanis rengeteg dolgot tudtunk tanulni tőle, csupán ennyi idő alatt. Nagyon fontos gólt rúgtál, ugye a Sóron Tibi nekifutott a 11-esek, kipattan, de hogy volt, te meséld el, hogyan született az a te gólod? Hát résen voltam a 11-esnél. Gratulálok a gólt, köszönöm szépen. És hát volt egy furcsa megérzésem egyébként, hogy ki fog pattanni a labda. Igen, volt egy első megérzésem, hogy ki fog pattanni, és hát gyorsan tudtam reagálni, hogy az első gólt hatatok. Úgyhogy résen voltam. Megvan a 11. gólod, nagyszerűen játszottál a kicsivel együtt. Itt van az utánpótlás, és mutasd bele egy szívesen kicsi kisfiadat, hogy hívják. Sóron Filip Tibor. És focista lesz, Tibi? Hát reméljük, majd bízunk benne. Na hogyan emlékszel vissza arra a kettő nagyon fontos gólra? Hát szerencsére meg tudtuk szerezni a vezetést. Igen. Az, hogy az én gólommal az még egy plusz öröm. Igen. Utána sajnos kaptunk egyet egy hibából. Igen. De utána szerencsére föl tudtunk pörögni. Rúgtunk rá két gólt, úgy tudtunk menni a szünetre. Igen. Tudtuk, hogy úgy fognak kijönni a második fél időbe, hogy vissza akarnak jönni a meccsbe. Sajnos ez sikerült is nekik. Ránk erőltették egy kicsit az akaratukat, úgy érzem. De aztán stabilan álltuk a strapát, úgyhogy szerencsére be tudtuk húzni ezt a mérkőzést. Tibi, hogyan emlékszel vissza a 11-esre? Hogyan készült? Elhatároztad, hogy oda rúgod? Hát, ha őszinte akarok lenni, egész igen, héten úgy terveztem, hogyha lesz 11-es, odaadom a Gabinak. Igen. Hát ő nem vállalt el. Aha. Én meg elcsúsztam. De nagyon örülök neki, hogy a Vitya jött, és berúgta a kipattanót, úgyhogy igazából mindegy, hogy kirúgja a gólt, ha én vagyok az. Tibi, egy szinte egy legenda távozik tőlünk, már legalábbis az ősz után, még 2 meccs vár rá Bori Gabira. Hogyan emlékszel vissza a Bori Gabinak az 1 év játékára, amit itt eltöltött Bicskén? Hát én úgy gondolom, hogy azért a Bicske történetében a Bori Gabi mindenféleképpen az egyik, hanem a legnagyobb név, úgyhogy tegyük össze a két kezünket, hogy minket választott erre az 1 évre. És azért a futballt nem hagyja abba, sajnos már nem nálunk fog focizni. A magánéleti dolgai hazaszólítják Szombathelyre. Nekem külön öröm, hogy én barátomnak tekinthetem őt. Sok sikert kívánok neki a továbbiakban a magánéletében, és azért még a fociban is van benne egy jó pár jó év, meg egy-két rossz is még. Így van. Tibi, a rosszat felejtsük el. Tibi, az utolsó 4 meccsen 3 hazai győzelem, 1 a Veszprémmel, 1 vereség, de most következik egy újabb jó 3 sorozat, amelyre gondolom győztesként számíthatok. Ma már megszületett a győzelem, Gyirmót és Mór ellen mire számíthatunk? Mindenféleképpen nyerni szeretnénk, azt megígérhetem, hogy idén már itthon nem kapunk ki. Köszönöm szépen, Hinter, gratulálj még egyszer a gólodhoz. Sziasztok! Sziasztok! Kedves nézők, Kürti Zsoltot látják, aki hajdanában itt játszott Bicskén. Először is nem a mai meccsről beszél, hanem az itt eltöltött évedről. Hogyan emlékszel vissza az itt eltöltött időszakodra? Amúgy nagyon-nagyon pozitív és nagyon-nagyon jó emlék volt nekem az egész bicskei időszak, amit itt eltöltöttem. Ugye a Covid után érkeztem ide, igen, a Dragan Vukmir megkeresésére, igen, és szerintem elképesztően jó brigádunk volt, nekem is nagyon jól ment a játék, gólokat lőttem, gólpasszokat adtam, szóval nagyon sok barátot szereztem, akikkel a mai napig nagyon szoros viszonyt tartok és ápolok, úgyhogy nagyon-nagyon sok örömet és boldogságot köszönhetek Bicskének. Mikor mentél el innen? Tavaly decemberben. Így van. És azóta hogy érzed, javult a formád? Nagyon-nagyon jó. Jó érzem, megtaláltam a számításokat Érden. Jól is megy a játék, hál' Istennek. Nagyon szeretem a csapatot, nagyon szeretem a közeget, úgyhogy nekem ez jót tett ez a váltás. Én is úgy láttam, hogy erőnlétileg nagyon jó paszba vagy. Bírod erővel végig a 90 percet, és nem rajtad múlott a mai vereség. Hogyan tudnád értékelni ezt a mai vereségeteket?
nagyon parázs mérkőzés volt, ugye a hangulat teljesen a tetőfokán volt, úgyhogy nagyon sok párharc volt, sokszor kakaskodás is volt. Igazából egy nagyon ezen a pluszus mérkőzésen ez az egy gól döntött. Hogyan emlékszel vissza az itteni Bicskei szurkolókra? Hát, a Bicske tágas nem lehet elfelejteni, itt NB3-as szinten, szóval az egyik legjobb szurkolótábor, a legösszetartóbb, összeszokottabb, úgyhogy minden mérkőzést öröm volt előttük játszani. Zsolti, hova várod végül is az érdi csapatot a végelszámlásnál? Én szeretném, hogyha elcsípnénk a dobogónak a harmadik helyét, második helyét, jó lenne odaérni. De hát ez egy nagyon jó tavasz kell. Ja. Ebedli Zoltánt látják, az érdi VSE csapatának a vezető edzőjét, azt az Ebedli Zoltánt, aki a 70-80-as években az apukája futballozott az NB1-be, válogatott volt, stb. Először is arról kérdezek, hogy milyen apukádnak a nyomdokában élni? Mint labdarúgó nehéz volt. Igen. De mindig is tudtam, hogy igazából engem az edzői pálya vonz. Ugye labdarúgóként nem tudtam NB1-es szinten futballozni. Ugye sok nevelőklubom volt, köztük a Ferencváros is, ahol édesapám is volt az edzőm, és végül 10 éve kerültem Érdre, ahol még játékosként, később edzőként debütáltam. Hát azért szereted a futballt, mert futball mellett maradtál egyébként. Kisebb csapatokba futballoztál? Hát sok kisebbe is, meg közepbe. Ugye NB2, NB3-as szinten játszottam én csak. Mikor kerültél ide az érdi VSE-hez? Pontosan 10 éve, 2013-ban. Az eddigi szereplésetekről néhány szót, hiszen vannak értékes győzelmeitek, hiszen a harmadik kerületet megvertétek, nagy kadizsátok kikaptatok, Teskánd ellen vereséget szenvedtetek. Mi ez a ingadozó játék és eredmény? Illetve még a Veszprémet is megvertük. Ja, igen, igen. Igen. Hát igen, ha erre majd megtaláljuk a választ, akkor majd elmondom. Sajnos, vagy hát nem sajnos, de nyáron nagyon átalakult a keretünk, több játékosunk abba hagyta a aktív labdarúgást, ugye 8 játékos érkezett, és ez talán annak tudható be, hogy egy picit ilyen formaingadozások vannak csapaton belül, illetve egy-egy mérkőzésre egy-egy meghatározó játékos nem tud játszani, az is sokat számít. Ugye viszonylag rövid a keretünk, tehát nem hosszú a kispad, kis költségvetéssel dolgozunk, és nem tudok érdemben nagyon belenyúlni sokszor a mérkőzésbe, mert kevesen vagyunk. De itt az őszi bajnokság elején egészen jól kezdtétek a bajnokságot, hiszen ott voltatok az élbolyba, sokan azt hitték, hogy feljutás esélyes csapat vagytok. Elvileg mi a célotok? Feljutni, vagy itt az élbolyba végezni? Ez az első 6 hely valamelyike volt nekünk kitűzve, semmiképp se az első hely, egy stabil középcsapatot álmodtunk meg magunknak most a nyáron. A mai mérkőzés rátérve egy egészen jó színvas meccset játszottatok. Hogyan értékelni ezt a találkozót? Hát én nem mondanám, hogy túl jól játszottunk, sőt első fél időben meg kellett dorgálnom a srácokat fél időben, és akkor finoman fogalmaztam. Árnyékai voltunk önmagunknak, azért 3 gólt egy fél idő alatt nagyon ritkán szoktunk kapni. Ugye egyik legkevesebb gólt kapó csapat voltunk a bajnokságban. Ez most abszolút nem volt helyén ez a dolog, de hát hozzá kell tenni, hogy volt egy kiváló csatár az ellenfélben, de akire még készültünk is, de hát egy klasszis játékosra ezen a szinten nehéz fölkészülni. 2 gyönyörű egyéni megoldásból, illetve egy büntetőből kaptunk gólt. Zoli, emlékszel még ugye, amikor meccset beszélgettünk, és mondtam neked, hogy 2 hazai, tehát 2 bicskei győzelem van itt a bicskei pályán, vigyázzatok, meg lesz a harmadik. Készültél te erre a vereségre? Minden meccsben benne van. Én mindig azt mondom, ez az NB3-as nyugati csoport elég kiegyenlített, tehát bárki meg tud verni bárkit. Itt azért a színvonal szerintem elég magas az osztályhoz képest. Igaz, hogy van egy pár csapat, aki picit jobb erőkből áll, de őket is bárki meg tudja verni, mivel nincsenek olyan szakadékok a csapatok között. Ugye a Bicske szerintem nem a megfelelő helyen van most is a bajnokságban, de ez is azt igazolja, amit mondtam, hogy volt 1-2 eltiltás, sérülés, és az arra meccsek tudnak elmenni. Te mit vársz a hátrébb őszi 2 meccstől csapatottól? Hát ezek után, hogy ma kikaptunk, ezek után csak 2 győzelem elfogadható. Zoli, sok sikert kívánok nektek, és gratulálok még egyszer a mérkőzéshez. Köszönjük, mi is sok sikert kívánunk a Bicskének. Gratulálok ehhez a nagyszerű győzelemhez. Hogyan tudnád értékelni ezt a mérkőzést? Köszönjük szépen. Úgy lettem ezt a mai mérkőzést, hogy az első perctől kezdve nagyon régen volt olyan meccsünk, hogy ennyire jól menjünk bele. Én azt gondolom, hogy folyamatosan mi irányítottuk a mérkőzést. Rengeteg lehetőséget alakítottunk ki, meg is tudtuk szerezni a vezetést, egy gyönyörű, szép egyéni megoldás. Nyilván előtte, amit kapott paszt a Tibi, az gyönyörű volt, de hogy megoldotta, ugye vezettünk 1-0-ra, utána egyetlen egy hiányérzetem volt, hogy egy picit
nem azt mondom, hogy elkényelmesedtünk, mert ez nem igaz, de úgy nem akartunk gyilkos ösztönnel futballozni, hogy minél hamarabb lezárassuk ezt a mérkőzést. Aztán ugye az ellenfél a semmiből rúgott egy egyenlítő gólt, de utána mondom, a mai mérkőzés, ami jellemző volt, nagyon éhes volt a sikerre a csapat, nagyon együtt volt a társaság, futószalagon gyártottuk a lehetőségeinket, rúgtunk két gyönyörű szép gólt, ugye a 11-es, és azért mondom, gyönyörű szép, mert ahogy kiharcoltuk, az mindenképpen nagyon szép volt. Aztán a másik félidőre megbeszéltük, hogy mire kell odafigyelni, aztán sajnos ugye itt én vagyok a hibás, mert amit kértem, hogy pontrugás után lecsorgóban ne kapjunk gólt, az mégis megtörtént. Aztán utána az ellenfélnél volt egy kiállítás, én azt gondolom, hogy onnantól kezdve nem volt kérdés az, hogy ezt a mai mérkőzést meg tudjuk nyerni. Mit mondtál a szünetben, hiszen azért jól játszott az Érdi is, tehát egy jó csapatot győztünk le, de szünetben ez a 3-1-es vezetésnél gondolom felhívtad a játékosok figyelmét, hogy azért ne könnyen müskedjenek a másik játék részben. Nem kellett a fél idő, inkább a meccs elején, mert mi tudtuk nagyon jól, hogy ez az Érdi csapat egy nagyon jó csapat. Itt is azért ugye mutogatták az erejüket, hogy vannak nagyon jó futballistáik, de mondom, ma egy olyan mérkőzés volt, hogyha esetleg egy másik csapattal is, aki az első háromban van ebben a bajnokságban, és mai nap találkoztunk volna, azt gondolom, hogy őket is képesek lettünk volna megverni. Ezzel csak ugye azt akarom érzékeltetni, hogy a srácok ma mindent maximálisan megtettek, nagyon éhesek voltak a siker, és ez volt a jutalom, hogy nyertünk. Hát én is tovább erősítem azt, hogy igen jó csapatot győztünk le, hiszen a Veszprémet is, meg a harmadik kerületet is legyőzte ez az Érdi csapat. Tehát nekünk is értékes ez a győzelem. Így van, így van. Hát nyilván most itt még lehet fokozni, hogy még nagyobb legyen az érték, de mondom, a lényeg az, hogy ma itt nem volt kérdés Bicskén, hogy ki fogja megtartani három pontot. Mi a véleményed a Soron Tibi kihagyott 11-eséről? Én azt gondolom, hogy a Tibinek az egész féléves teljesítménye, ugye azért most annyira itt nem menjünk bele, mert még van két idegenbeli mérkőzés, de én azt gondolom, hogy megemelhetjük a kalapunkat, megtalálta a góllövő cipőjét, extra teljesítményt nyújt hétről hétre, igazi vezére egyénisége a csapatnak. Én nagyon sajnálom, ugye, hogy a butasága miatt 4 mérkőzésre kevesebbet játszott, mint az összes rivális csatár a bajnokságban. Én azt gondolom, hogy a Tibi ezt tovább fogja tudni folytatni, hogy akár a következő két mérkőzésen meg tavasszal is. Én azt gondolom, hogy versenyben lesz a gólkirály címér. Te hogyan ítéled meg a Borin Gabinak a távozását? Hogyan folytatja, vagy miként szerepelt ő itten, vagy mi lesz ő vele a jövőben? Ugye az öltözőben is elmondtam, hogy nagyon-nagyon büszkének kell lenni mindenkinek, aki a Bori Gabival együtt pályára léphetett ebben a Bicskei időszakban. Én nagyon nagy hálával tartozom neki, hogy amikor felvetődött az, hogy mi közösen folytassuk a munkát, akkor ugye ő áment mondott erre. Nem is tudok olyan szituációt mondani, amikor nem a csapatnak a vezére volt, és nem mindig azért dolgozott, hogy a bicskei futball még előrébb kerüljön. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép dolog a Bicskei életében, hogy egy válogatott futballista idejött, és tényleg olyan maradandót alkotott, de hozzáteszem most is, mint az előbb, hogy még van 2 mérkőzés, én a Gabit, ahogy ismerem, ő nem fog megelégedni ezzel, hogy most mekkora búcsúztatás ünnep volt. Én azt gondolom, hogy lesz benne annyi dafke, hogy még ezt a két mérkőzést mondjuk akár góllal is emlékezetessé tegye. Én innentől kezdve csak azt tudtam mondani neki, hogy nem csak mint futballista, hanem mint ember is nagybetűs, és én azt gondolom, hogy nekünk egyetlen egy feladatunk van, hogy szorítsunk és szurkoljunk azért, hogy a következő életét majd úgy tudja irányítani, és tele legyen ugyanúgy sikerekkel, és rengeteg olyan dolog összejön neki az életbe, amire vágyik, és onnantól kezdve ő biztos, hogy egy nagyon boldog ember lesz. Még van 2 őszi mérkőzésünk, Gyirmóton és Móron. Egyébként nagyon jó sorozatban voltunk, hiszen 3 hazai győzelem után jött az a Veszprémi kudarc, de most jött egy győzelem. Jön 2 utolsó mérkőzés. Mit vársz ettől a találkozótól? Én a tabellát, ahogy nézegettem, ha mi hibátlanul tudjuk hozni ezt a két mérkőzést, és természetesen az a célunk, hogy szeretnénk az utolsó két mérkőzést megnyerni. Én azt gondolom, hogy amin átmentünk ebben a fél évben, egy olyan pozícióban fogjuk tudni zárni a bajnokságot, ami mindenféleképpen méltó hozzánk, és talán körülbelül ott is tartunk, hogy a maximumot ki fogjuk tudni hozni. Hát ugye itt majd az lesz a nagy kérdés, hogy télen milyen pozitív és negatív változások fogják érinteni a csapatot, és ugye lesz egy hónap szünetünk, amikor ezeket át fogjuk tudni gondolni, nyilván már előre azért mindig gondolkodunk.
én bízom benne, hogy tavaszra egy olyan csapatunk lesz, ami majd azért sok embernek majd felkelti a figyelmét. Hát igen, most a Bori Gábor távozásával ott középen egy gyűr keletkezik. Van-e már valami elképzelés, hogy kit igazolunk, és van-e még valami hír, hogy valaki esetleg távozik, vagy még korai erről beszélni? Én úgy gondolom, erről nagyon korai még beszélni, majd két hét múlva erre visszatérünk, és jó. Akkor már részletesebben tudom beszélni. Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert csapatunknak. Köszönjük szépen. Kellő bizalmat szerez Utazott Bicska jövő vasárnap november 27-én délelőtt 11-kor kezdődő gyirmót ütközetre, majd december 4-én vasárnap 13-kor kezdődő Móri visszavágóra, ugyanis ez a találkozó már az előrehozott tavaszi első forduló része lesz.